Húha, nehéz veled interjút készíteni, jöttem nyomon, gratulálnak. Gondoltad volna, hogy hát úgy indult, hogy Mikler Roli fog védeni a két meccsen, és te lettél a főszereplő tulajdonképpen. Hát ezt is köszönjük szépen. Én megköszönöm a csapatnak, a védelemnek, mindenkinek, és Mikler Rolinak is, hiszen sok helyen már elmondtam, hogy nem az a lényeg, hogy ki játszik, hanem a csapat egység, és az, hogy mit viszünk együtt véghez, és azt kell mondjam, hogy bármikor a Roli felé fordultam, mindig volt egy-két jó szava, egy-két jó tanácsa. Meccs előtt videón, meccs előtt a bemelegítésnél, a meccs közben, az időkérésnél, ha csak kimentem inni két kortyot. Mindig mindenre felhívta a figyelmemet, és nagyon sok segítséget adott ma is, akár csak Cooperben. Itt is mindenki jó szavakkal lát el, vagy jó mondatokkal. Milyen mondatok hangzottak el a társak, esetleg szurkolók szájából, ami nagyon megragad benned? Nem akarok kiemni senkit, mert ez nem lenne fel a többiekkel ez képest. Igazándiból nagyon fáradt vagyok, úgyhogy ezt nem is tudnám visszaidézni. Az biztos, hogy mindenkinek volt egy-két jó szava, illetve de kiemelném, egy veszprémi B-közepes azt mondta, hogy nagyon rossz a frizurám, de hogy gratulál a mai meccshez, erre azért emlékszem. Ezt a két meccset a karrieredben hol helyezed el? A vitrínben mindenképpen. Hát de nem kaptál érte egyelőre semmit? Hát nem, de mindjárt elsírom magam, annyira jó, hogy itt vagyok, és hogy sikerült. Jó tett a lelkeknek, ezt kérdeztem a többiek. Hát ez biztos. Nem csak a sajátunknak szerintem, hanem egész Magyarországnak, illetve akik követnek minket és követik a sportágat. Nagyon sok múlt ezen a két mérkőzésen, és nagyon örülök, hogy a csapat hitt benne, és meg volt az a tartás, és az, amit az elejétől kezdve fogadkoztunk egymás között. Az teljesen mindegy, hogy a bookmakerek hányszor a szorzót adnak ránk, csak az számít, hogy itt belül mi mit gondolunk, és örülök, hogy sikerült. Olyan hírek jutottak el hozzánk, hogy a szlovénok esetleg úgy gondolták, hogy nekünk nincsen meg az a kellő csapategység, ami kell a győzelem, ez megmutattátok, és szerintem ez a legjobb az egészben. Így van, nem csak csapategységünk van, hanem tényleg annyi jó szót tudnék mondani a srácokra, egyszerűen csak köszönöm, és amit Cooperben és itt az arénában a szurkolóink szintén oda tették a szívüket, lelküket, és hát biztos, hogy nem végződhetett máshogy, csak így, mert valahogy meg kell ezt hálni nekik, úgyhogy köszönjük szépen. Akkor már este egy kis sírás lesz, vagy lesz egy kis ünneplés és vigadalom? Hát nem tudom, most az előbb már közel voltam hozzá, hogy elsírjam magam, de csak könnyeset a szemem. Nem tudom, már nyilván bemegyek az öltözőbe, aztán majd elkezdek én is ugrálni, mint ahogy a többiek, aztán majd lesz, ami lesz.